Sziasztok! A következő videón elég sokat dolgoztunk, és hát szeretném, hogyha pár ember megnézni, szóval szeretném a figyelmébe ajánlani Kenny The One, Just Widman, Szirmai Gergely, Dancsó Péter, James, The VR, Csabinyú, Ice Bluebird és Dogi Andi kivételével mindenkinek. Jó szórakozást! Sziasztok, gyerekek! Ma a piroska és a farkast fogom elmesélni. Áj! Mi ez? Nem lesz ez így jó. Miről beszél? A meseügyi hivatalból jöttem, a cenzúra részlegről. Irodánk értesült arról, hogy ön cenzúrázatlanul akar elmondani egy mesét. Azonnal ide küldtek, hogy megvédjem az ifjú elméket ettől a káros történettől. Micsoda? A piroska és a farkas? Kérem, hölgyem, ne használja ezt a címet. Mindennél fontosabb, hogy a fiatalabb generációknak nyugodt és boldog gyerekkora legyen. A farkas szó megijesztheti a kisebbeket. Elvégre egy nagy és veszedelmes ragadozóról beszélünk. Mostantól úgy mondja, piroska és a barátságos kiskutya. Ugye csak viccel. A történet farkassal van. Most kutyával lesz. A farkas is kutyaféle, és ott van a barátságos szó, ami mindenki szívét melegséggel tölti meg. Biztosan csak álmodom. Nem, biztosíthatom róla, hogy ébren van. Folytassa a mesét, észre se fogja venni ezt a néhány apróska változtatást. Hát jó. Tehát, kedves gyerekek, ma elmesélem nektek a piroska és a far, <kül> és a barátságos kiskutyát. Egyszer volt, hol nem volt, az erdőszélén volt egy házikú. Ebben lakott piroska az anyukájával. És apukájával. Tessék? Mondja az apukát is. Nem akarjuk, hogy csonka családkép alakuljon ki bennük. Bánom is én. De hát így hármasban. Piroska onnan kapta a nevét, hogy gyakran hordta kedvenc pulcsiját, ami piros színű volt. Mmm. Most meg mi a baj? Nem szeretnénk, ha azt látnák a gyerekek, hogy a külsejük miatt neveket aggathatnak másokra. Ön se akarhatja, hogy rasszisták legyenek? Akkor minek hívjam? adjon neki normális magyar nevet. Um, mondjuk Rózsa. Mert az is piros, igaz? Igen. Ezt jó kitalálta. Ó, oh, köszönöm. Idióta. Tessék? Akkor gondolom a címet is meg kéne változtatni. Na hát, igaza van. Látja, maga is kezd ráérezni. Rozi és a barátságos kis kutya. Milyen szépen cseng, és melegséggel is eltölt, és még a hagyományokat is őrizzük. Nem akarok nagyon elhamarkodott kijelentést tenni, de eddig van rá esély, hogy jobb lesz, mint az eredeti. Én visszamegyek takarítónak. Kérem, folytassa! Hát, ő... Szóval, Piros, illetve Rozit egy nap az anyukája megkérte egy szívességre. A nagymama az erdőn túl lakott, hozzá küldte Pi, illetve Rozit az anyuka. Mert az apuka dolgozott. Mi? Kell valami magyarázat, miért nem az apuka megy egy ilyen útra? Jó, nem érdekel. Tehát megbetegedett a nagymama, és Rozi anyukája egy kis kosárba küldött neki kalácsot, meg bort. <hül> Alkohol, igaz? Így van. Nem akarjuk, hogy a fiatalabb generáció rászokjon, vagy úgy nőjön föl, hogy teljesen normális, ha alkoholt isznak. Akkor szart volt benne. Szép munka! Pirózi boldogan megfogadta anyukája kérését, és azonnal elindult. Semmi. Semmi. Soha ne tér le az ösvényről, Figyelmeztett őt az anyukája az ajtóból. Rozi vidáman ugrándozva haladt az ösvényen, át az erdőn. Egyszer csak a bokorból előugrott a farkas. Na de kérem! Ó, bocsánat, a barátságos kiskutya. Ennek meg mi értelme van? Egy kiskutya hogy fogja felfalni a nagymamát? Kérem, ne mondjon ilyeneket, a kisebbek rosszat fognak álmodni. Bízom bennem, ettől csak jobb lesz a mese. Tehát a barátságos kiskutya előugrott a bokorból. Merre tartasz, Rozi? kérdezte. A nagymamához megyek, viszek neki kalácsot, meg szörpöt. Miért nem viszel neki virágot is? Biztosan örülne neki. Ravaszkodott a kiskutya. Nem is tudom, anyukám azt mondta, ne térjek le az ösvényről. Ugyan, ez egy rövid kitérő lenne, azután visszatérsz, folytatod az utad. Végül Rozi beadta a derekát, és átszaladt a közeli tisztásra virágot szedni. Na-na-na-na-na! Jaj, ne! Már azt hittem, hogy lenyugodott. A cenzúra nem alszik. Most mi baja van? Nem szép dolog növényeket tépkedni, csak úgy. Amikor a kiskutya mondta, miért nem volt baja? Azt gondoltam, hogy virágárushoz fog menni. Az erdőben ritkán van virágáros. Akkor mi legyen helyette? Gyűjthetne kavicsokat? Kavicsokat. Oké, eddig se volt értelme a történetnek, tehát Rozi elment gyűjteni pár követ. Eközben a kiskutya elment a nagymama házához, bekopogtatott az ajtón. Ki az? kérdezte a nagymama. A kiskutya elváltoztatta hangját. Én vagyok, az Rozi. Hoztam kalácskát, meg szörpecskét. A nagymama kinyitotta az ajtót, és a kiskutya azonnal mi az? Most mi legyen? Gondolom, nem mondhatom azt, hogy bekapta. Jó ég, de is mondjuk gyorsan beszaladt, és megette a nagymama kedvenc sütijét. Tehát a kiskutya kutya beszaladt, és megette a sütit. A kis pimasz, nem igaz? Razie közben összegyűjtött sok szép kavicsot, és elindult a nagymamához. Nem sokára oda is ért, betoppant az ajtón. A nagymama ágyában a kiskutya. De miért feküdne az ágyban? Sok süti tevett, és most pihen. Hol van a nagymama? A konyhában. Szomorkodik, mert elfogyott a süti. Jó, már nincs sok. Rozi oda ment az ágyhoz, és azt mondta. Nagymama, miért vagy ilyen szőrös? Mert elhagytam a borotvám. Most szórakozik? Gondolja a kiskutya kiugrott az ágyból, és felfalt a Rozi kalácsát. Így van, nem volt neki elég a süti, a kis falánk. Istenem. És most jön a vadász, és kivelgébb belőle? Jó ég, de hogy inkább Rozi kimegy a konyhába a nagymamához. Akkor Rozi kiment a konyhába, ott találta a nagymamát. Nagymama, miért ilyen vizes a szemed? Szomorú vagyok, mert a kiskutya megette a sütit. És miért görbül lefelé a szád? Mert a karácsot is megette. A kiskutya annyira teletnömte a hasát, hogy elaludt. A horgolását meghalotta a vadász, aki a közelben volt. Legyen inkább orvos. Miért? Mert annyit tevett a kiskutya, hogy emésztési problémái lettek, de jön az orvos és ad neki orvosságot. Most már úgy sincs messze a vége. Szóval meghalotta a horkolását a közelben egy orvos azon nyomban a nagymama házához sietett. Meglátta a kutyát az ágyban, hát itt meg mi történt? Megette az összes sütit meg kalácsot, mondták Rozék. Az ajra felébredt a kutya. Jaj, de fáj a hasam, mondta. Az orvos adott neki orvosságot, amitől jobban lett, és ennek valamiért Rozék is örültek. Mindenki boldog volt, vége. Ó, még valami, a kutya horkolására is mondott gyógymódot. Elég volt. Én elhúzok. Inkább megyek GTA-zni. Uh, semmi gond. Uh, akkor átveszem én. Tehát mi a tanulság, gyerekek? Mindig hallgassatok a szüleitekre, ne bántsátok a virágokat, ne vegyétek el a másik sütét, és bátran menjetek orvoshoz, ha valami bajotok van. Ez a vége, fuss véle, egyetek sok zöldséget és mozogjatok rendszeresen. Várjon, a GTA nagyon erőszakos játék.